Ebben a videóban azt nézzük meg, hogy mitől lehet alacsony a vérnyomás, és mit tehetünk azért, hogy ez az állapot megszűnjön. Szeretettel köszöntök mindenkit! Krónikusan alacsony vérnyomásról beszélhetünk akkor, ha az első vérnyomás érték rendszeresen nem haladja meg a 100-as értéket. Az alacsony vérnyomás tünetei a szédülés, a kábultság, a látászavar, a fejfájás, az ájulás, az alvászavar, a depresszió és a koncentrációs képesség romlása. Az alacsony vérnyomás egyik következménye a szimpatikus idegrendszer kompenzációja, mely szapora szívveréssel, hidegsápat végtagokkal, émeggéssel és izzadással jár. Az alacsony vérnyomás egyik legfőbb oka az alacsony nátrium szint, tehát a kevés só jelenléte a szervezetben, ami a legtöbb esetben együtt jár a kevés vízzel is. De önmagában a kevés víz is elvezet az alacsony vérnyomáshoz. A kevés sónak és víznek több oka lehet. Lehet, hogy nem fogyasztunk elegendő sót, vagy nem iszunk elegendő vizet. Lehet, hogy sokat sportolunk, vagy fizikai munkát végzünk, ami rengeteg izzadással jár, így ezáltal sok sót és vizet vesztünk, és nem pótoljuk vissza őket megfelelő mennyiségben. A stressz mennyiségével egyenesen arányosan nő a sóvesztés is, tehát minél több stressz van jelen, annál több sót veszítünk. Jelentős só és vízvesztéssel jár a sok hányás, a sok hasmenés is, a gyógyszerek közül pedig főként a vízhajtók és az antidepresszánsok. A túlzott káliumbevitel, például étrendkiegészítőkkel, izotóniás italokkal szintén elvezethet az alacsony nátrium szinthez, így végeredményben az alacsony vérnyomáshoz. A ketogén diéta is jelentős sóvesztéssel jár, így okozhat végül akár alacsony vérnyomást is. Sóhiányhoz vezet a túl sok víz bevitele is. Amikor sok vizet iszunk, felhígítjuk a nátriumot a vérben, ami végeredményben kiszáradáshoz és alacsony vérnyomáshoz vezet. Itt a megoldás a több só, és ha nem iszunk elegendő vizet, a több víz bevitele. Például kezdjük a reggelünket azzal, hogy egy nagyobb pohár vízben elkeverünk egy csapott teáskanál tengeri sót, vagy parajdi sót, vagy himalája sót, vagy patikai tisztaságú sót, és megisszuk. Ha fekvőhelyzetből felállunk és rövid ideig szédülést érzünk, ez nagy valószínűséggel B1 vitamin hiány. Ez az állapot összefügg a mellékvása alulműködéssel, gyakori ugye másnaposság alatt, illetve gyakori alacsony vérnyomás esetén is. A jelenség háttérében az áll, hogy a vegetatív idegrendszer lassabban alkalmazkodik az új fizikai helyzetünkhöz. Ha az alacsony vérnyomásod főként étkezések után jelentkezik intenzívebben, ez is megerősíti a vegetatív idegrendszer gyenge állapotát. Tehát az étkezések utáni alacsony vérnyomás is jelzi, hogy gyenge a vegetatív idegrendszer. Mind a vegetatív idegrendszer, mind a szívizom számára a B1 vitamin az egyik legfontosabb vitamin a kiegyensúlyozott működéshez. A B1 vitamin hiány oka lehet a túl sok finomított szénhidrát fogyasztása, a túl sok borívása, a túl sok stressz és az esetleges rossz felszívódás a belegben. A B1-ről több videóban beszéltem már, például legutóbb a vágusideg kapcsán. Itt a megoldás a B1 vitamin pótlása, melyhez én a nemes sörélesztőt ajánlom, de jó B1 források a disznóhús és a napraforgó mag is. Alacsony vérnyomáshoz vezethet a vérszegénység is. A vérszegénység oka lehet vas, illetve B12 hiány, mely hiányállapotok legfőbb okai a gyomorsav gyengülése, illetve a bélrendszerben jelentkező gyulladások. Ha a gyomorban elszaporodik a helikobakter, szintén kialakulhat a vashiány, majd ebből az alacsony vérnyomás, mivel ez a baktérium fokozottan fogyasztja a vasat. Itt a megoldás legfontosabb lépés a gyomor erősítése, savas irányba való elmozdítása almaecettel, betainhidroklorittal, emésztőenzimekkel, erjesztett ételekkel, például a savanyú káposztával és a rendszeres böjtölés. És végezetül az alacsony vérnyomás összefüggésben lehet a gyenge szívizommal is. A szív erősítéséhez, említettem korábban, hogy a B1 a legfontosabb, de a többi B-vitamint is érdemes pótolni, továbbá komoly támogatást adhatunk a szívizomnak a galagonya hatóanyagainak a bevitelével, például a galagonya nyersvirágpor rendszeres fogyasztásával. A galagonya virágpor az egyik legjobb természetes étel a szív állapotának a javításához, mivel a galagonya hatóanyagait abban a formában tartalmazza, ahogyan azokat a méhek a virágokról leszették. Korábban készítettem egy videót a sóról és a B1-ről is, ajánlom következőnek
ezeket megtekinteni. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.